Ugye itt jönnek el olyan kérdések, ami már egyre mélyebben víz bennünket abba, hogy mit is jelent Krisztus követőnek lenni. Ugye ő, amikor a Földön járt, hát legalább annyi ellenséget szerzett magának, mint ahány követőt, és érdekes, hogy bár néha őket is megdorgálta, meg megfette őket a képmutatásuk miatt, vagy a bűneik miatt, de alapvetően szeretettel bánt velük, és van egy jelenet, ami nagyon bennem van, amikor Jeruzsálem fölött sír, és azt mondja, hogy hányszor próbálta őket megszólítani, egybegyűjteni, de nem akarták. És tehát Jézus ezzel a szeretettel, még az ellensége iránti szeretettel is így viszonyult, vagy amikor a kereszten van, akkor azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Tehát a krisztusi szeretet olyan, ami nem változik attól, hogy felé esetleg másként viszonyulnak. Tehát a mai kérdésünk és a mai helyszínünk ezt a kérdést járná körül, és eljutunk most a Valdensek völgyébe. Ez ott az olasz-francia határ közelében található régió, hatalmas, hát magyarországi viszonylathoz képest hatalmas hegyekről van szó. És amikor itt jártunk, talán ez volt az egyik olyan helyszín, ahol legjobban meg lehetett érezni annak a kornak a szellemét és azt a légkört, amiben ezek a hívő emberek megélték és gyakorolták a hitüket. Néhány kilométerre a szálláshelyünktől, ahogy elindultunk a célállomásunkhoz, amit bejártunk, Tolle Pelicsét, akkor csak annyit tudtunk, hogy egy hegyre fogunk felmászni, és azt is tudtuk, hogy nem lesz egy ilyen könnyű séta. Volt is, aki visszafordult így félúton, de azt gondolom, hogy ez volt mégis az egyik legnagyobb élmény az egész túra során. Egy ilyen egész napos alkalmunk volt, reggel indultunk, késő este jöttünk haza, és hát egy ilyen elég kemény hegymenet volt. Tehát azt hiszem, ha tengerszint feletti 700 méterről indultunk, és 1400-ig mentünk fel, egy ilyen 2,5 órás, nagyon intenzív meneteléssel. Tehát egy ilyen 700 méteres szintkülönbséget jártunk be. Hát itt a csapat még vidám, itt még fölfelé haladtunk, lefelé már kevésbé volt lelkes a társaság, de mégis azt gondolom, hogy valamit megéltünk, pedig jó időnk volt, meleg volt, tehát nem a téli hideg fagyokban kellett menni, mint ahogy sokszor itt a Valdensek járták ezeket az utakat. Tehát néhol a turista ösvény már egészen ilyen egyszemélyessé szűkült, ahol csak egymás után lehetett haladni. Fölfelé talán ez még könnyebb volt, mint efelé, mert akkor ott a lépésekre sokkal jobban kellett vigyázni, de hála Istennek a csapat nagy része felért, és ez az a hegycsúcs, ahol sajnos nem annyira vidám arcok voltak a történelem minden pillanatában, mint hogy mi ide feljutottunk. Ez volt az egyik vérengzésnek a helyszíne. Itt mögöttünk egy nagyon meredek szikla van, sok embert innen taszítottak le a halálba, és nőket, gyerekeket, férfiakat egyszerűen a hitük megélése miatt. Innen nem messze van egy kis település, ahol a Valdensek életét bemutató múzeumot, iskolát és különböző ilyen épületeket láthatunk. Ez egy nagyon hangulatos kis város volt. Minden épületben nem volt időnk bejutni, tehát ez a délutáni elfoglaltságunknak egy része volt, de ott a múzeumból láthattuk azokat a templomokat vagy olyan épületeket, amelyek a mai napig megőrzik a Valdens hitnek a nyomait. Ugye ők megelőzték a reformációt, hiszen már az 1100-as években elindult az ő mozgalmuk, sőt egyesek azt mondják, hogy maga az a szellemiség, amit ők képviseltek, az már egészen korán, az első keresztény üldözések idejében is megvolt, hogy ők csak a Bibliát tekintették a hitvallásuk alapjának. Érdekes, és ajánlanám ezt mindenki figyelmébe, hogy a Nagy Küzdelem című könyv Ellen White-tól egy fejezetet a Valdenseknek szentel, és itt a Valdens völgyben, a múzeumban ki is van állítva ennek egy, ha jól emlékszem, francia és olasz nyelvű változata, és az ottani idegenvezető elmondta, hogy ez a legszebb írás róluk az ő történetükről, ezért is őrzik ott ebben a múzeumban. Tehát ezt a könyvet, hogyha valaki ismeri, akkor érdemes elővenni, akár a mai estén még átolvasni a Valdensekről szóló történetet. Nagyon érdekes a jelképük. Ugye minden csoportnak, vagy valamilyen mozgalomnak van egy jelképe, amiben ott van a hitvallásuk. Miket ismerünk fel ebben a kis rajzban, vagy képben? Milyen szimbólumok, amik ugye elsőre feltűnnek nekünk?
Ugyanaz mind a kettő, csak az egyik egy rajz, a másik egy ottani ilyen fali képnek a fotója. Gyertya. Mire utalhat a gyertya? Ugye a fény. A hét csillag. Honnan lehet ismerős? Bibliai szimbólum. Igen, a jelenések könyv első fejezetében hét gyülekezet van. Ugye ott van a hét csillag, hét gyertyatartó. Ezek arra utalnak, hogy Jézus Krisztus ott jár az ő egyháza között, az ő népe között, gondját viseli, tanítja, vezeti őket. És van itt egy latin felirat ebben a címerben, ami azt jelenti, hogy a világosság világít a sötétben. És nagyon jól elmondja ez az ő küldetésüket, mert ők nem akartak lázadni, nem akartak nagy reformokat, ők egyszerűen csak békésen szerették volna megélni a hitüket. És ennyit kértek, hogy hagyják őket a Biblia szerint élni a kereszténységüket. Tehát ez a jelmondat a Szentírással a középpontban, ami bevilágítja az ő életüket, egy meghatározó üzenet volt. Ugye Valdó Pétert kell megemlíteni, de mégis az egész mozgalom nem egy embernek a követéséből állt, hanem talán őt lehet a kezdetekor megemlíteni, de aztán nem voltak ilyen karizmatikus vezetők, mint a reformátorok idejében. Az egész szellemiség áthatotta a közösséget. Tehát Valdó Péterről talán annyit hadd mondjak el röviden, hogy ő egy nagyon gazdag ember volt korábban, egy lyoni kereskedő ember, és volt egy esemény, egy barátjának a halálával szembesült, és e kapcsán nagyon megrázta ez az esemény, elkezdte kutatni a Szentírást, hogy ott vigaszt találjon. És amikor megtért ezek után, akkor a vagyonát elosztotta, és úgy gondolta, hogy az az élet, amit lát a Bibliában, az az egyszerűség, a szerénység, tisztaság, és ami az akkori egyház állapota volt, az nagyon szemben áll egymással, és szerette volna gyakorolni ezt az egyszerű életet, ezért a vagyonát elosztotta a szegények között, és hát innen is jön ez a lyoni szegények kifejezés, hiszen elég hamar követői is akadtak, és ez a csoport lett végül is a valdenseknek a gyökere, vagy ennek a mozgalomnak a kiinduló csoportja. És nagyon hamar elkezdtek szolgálni, missziómunkát végezni, kettessével, ahogy a Bibliában olvasták, kiküldtek ilyen tanítványokat, vagy missziómunkásokat, és hirdették az evangéliumot, sokszor az életük kockáztatásával. Megbocsátást, megtérést hirdettek, tehát ez jóval megelőzi a reformációnak a nagy hullámát, ugye az 1500-as években indult el, itt még az 1100-as években vagyunk, tehát ez már egy előfutára volt a későbbi nagyobb reformációnak. Tehát a Valdens völgyek lakói elkezdtek visszamenni a forráshoz, a Bibliához, és ez volt számukra a hitük alapja. Itt ezeken a képeken is vagy látunk néhány helyszínt. Ugye nehéz ezt beszűkíteni egy-egy helyre, vagy egy-egy városba. Pontosan az üldözöttségük miatt nagyon hamar ide hegyekbe menekültek, és ott kerestek olyan egyszerű otthont, hajlékot, vagy akár templomot is a szikla hasadékokban, ahol imádhatták az Istenüket. A 13. században elég sok helyen olyan rendelkezések jöttek, amelyek elkezdték őket, hát először nem tolerálni, utána pedig üldözni, és ezek miatt el kellett hagyniuk a saját otthonaikat, nagyon komoly áldozatokat hoztak, volt, hogy Svájcba el kellett zarándokolniuk, vagy elmenekülniük, több ezer ember elment oda, nagyon kevesen, néhány százan tudtak csak visszatérni, tehát elég hullámzó volt a megítélésük, néha egy kicsit megszaporodott a számuk, akár ilyen 10 000-es létszámra, de utána megint jöttek üldözések, és lecsökkent a létszámuk. Tehát folyamatos üldözések, kihívások között voltak, és ilyen szempontból az ő hitük, kitartásuk még nagyobb példaérték, hiszen ők évszázadokon át állandóan ezeket kellett, hogy elhordozzák, míg esetleg egy-egy reformátor időben később csak egy nagyobb támadást kellett elhárítaniuk, vagy elviselniük, itt pedig ez a csoport hosszú ideig élte a hitét, és hogy itt látjuk ezen a kis térképen, ott a völgyekben, ezért is hívják Valdens völgyeknek ezt a területet, különböző falvakat alapítottak, és itt gyakorolták a hitüket, a vallásukat nagyon egyszerű körülmények között. Próbálták megélni a hitüket a Biblia tanítása szerint, és a legfőbb
hitelvük, ha lehet azt így hitelnek mondani, a hegyi beszédnek a szellemisége volt. Próbálták azokat a Jézusi tanításokat megélni, amit ott olvastak. Ugye annak ellenére, hogy üldözték őket, ők nem voltak egyáltalán veszélyesek a társadalomra nézve, a lehető legbékésebb, legszelídebb emberek voltak. Tehát az egyház azért nem szerette őket, mert gyakorlatilag az egyház alapjait támadták. Például nem fogadták el azt a tekintélyelvű uralmat, ami akkor az egyházban megvolt. Például megtalálták a Bibliában a királyi papság elvét, ami azt mondja Péter levelében, hogy mindenki Isten papja, vagy királyi papság, szent nemzet vagytok, nincs szükség ennek okán a papságnak a szolgálataira, nincs szükség a bűnbánathoz, a gyónásra, nincs szükség a különböző szentségeknek a felvételére, akkor a pápasság intézményét is tagadták, tehát gyakorlatilag mindazt, amire épült az egész akkori katolikus egyház, és hát emiatt akkor már nyilván eretnek ki minősítették őket, és elég kegyetlenül üldözték őket. Ami még ugye hozzájárul, hogy akik üldözték őket, ezen a területen alapvetően zsoldosok voltak, akiknek igazából ez csak egy munka volt, de nagyon kegyetlenül üldöztek, és volt, hogy több tízezer embert is lemészároltak rövid időn belül. John Miltonnak is van egy költeménye, ami megemlékezik erről a piemonti vérengzésről. Ez egy 1655-ös esemény volt, és mi is itt a Sziklánál, ahol jártunk, ennek látunk itt egy ilyen emlékét. Tehát 1655-ben több mint 10 000 valdenst mészároltak le ezek a zsoldos katonák. Tehát asszonyokat, gyerekeket senkit nem kíméltek, és Torre Pellice, ahol ez a terület fekszik, vagy emellett, ez lett így a valdenseknek, ha úgy tetszik, a fővárosa. Tehát ezen a területen szenvedték el a legkomolyabb üldözéseket. Hát itt csak ha néhány ilyen rajzot megnézünk, azért el lehet borzadni. Ezek a korabeli válogatatlan kínzásokat, karóbahúzás, mágia, halál, mindenféle módszert bevetettek, tehát gyakorlatilag ma ezt fel sem tudjuk fogni, hogy mire voltak képesek, csak azért, mert bizonyos hitvallás mellett valaki képes volt kitartani. Hát ugye nyilván ilyenkor először felkínálják nekik a békés rendezést, tehát tagadják meg a hitüket, és fogadják el a hivatalos álláspontot. Amikor ez nem ment, akkor jöttek a kínvallatások, üldözések, vagy akár a kivégzések és a véres üldözések. Tehát üldözött kisebbségként időről időre, ahogy említettem, sokszor lecsökkent 1-2 000 főre is a létszámuk. A legnagyobb létszám talán 10-15 000 lehetett, amikor viszonylag nyugodt körülmények között élhettek. És hát érdekes, hogy kialakult már itt is egy olyan rendszer, amit később a világháborúban ilyen gettóknak neveztek. Csak az ő esetükben ugye nem lehetett városról beszélni, hanem a hegyekben azt mondták, hogy 1600 méter alá nem jöhetnek a valdensek. Tehát nekik egy ilyen magasságbeli limit volt. És azért el lehet képzelni, hogy 1600 méter magasan milyen körülmények vannak. Tehát egész évben talán 3 hónap volt az, amikor elolvadt a hó teljesen. És hát akkor kellett valahogy ott termelni valamit, vagy egyáltalán a megélhetést biztosítani. És ahogy láttuk ott is, egészen pici kis földterületeket is próbálnak kihasználni, a köveket eltakarítani, és ott ilyen kis kertekben termelni valamit, ami lehetséges. Itt látunk egy ilyen házat, ami hát nyilván már nem a korabeli, de ahhoz hasonlóan lett felépítve, itt baloldalt, fent pedig egy templomot. Érdekes, a valdens templomokra ez jellemző, hogy soha nincs bezárva, tehát bármikor be lehet oda menni éjjel-nappal, télen-nyáron egész évben, és hát nyilván nagyon nincs is mit elvinni, tehát egyszerű padok vannak, meg egy szószék, de ez az ő alapelvük, hogy oda bármikor bárki bemehet. Tehát mi is így, amikor mentünk a túrába, mindenféle bejelentés nélkül be tudtunk menni, behúztuk magunk után az ajtót, és ennyi volt az óvi intézkedés. Tehát meg kellett tanulniuk nagyon nehéz körülmények között megélni, és ezekből a kövekből, amiket ott találtak, abból építették a házukat, és érdekes volt, hogy még a tetők is ilyen hasított kőlapokból volt összerakva,
ami hát ugye önmagában is egy óriási súly képvisel, de azt mondják, hogy a hatalmas havazások miatt, amikor akár méteres vagy több méteres hó is rárakódott ezekre a tetőkre, ezért szükség volt ilyen megerősített cserepekre, vagy hát ilyen kőlapokra, amelyek megvédték az épületet a beszakadástól, összeomlástól. Ezt a helyi múzeumban fotóztuk le, itt látjuk azokat az ábrákat, amelyek az üldözések, kivégzések különböző mozzanatait mutatják, és egészen a nagy francia forradalomig tartott a valdenseknek az elnyomása. Tehát, ha így belegondolunk, hogy az 1100-as vagy 1200-as évektől egészen a 17. századig folyamatos üldözésnek voltak kitéve, azért ez egy óriási elszántságot, hitet igényelt, hogy ki tudjanak tartani az elkötelezettségük mellett. Hogyan tudták ők ennyi időn át megőrizni a hitüket? Érdekes, hogy ma is vannak valdens hitű protestánsok, tehát ők is később felvették a protestáns alapokat, vagy csatlakoztak a protestantizmushoz. Ma mintegy 30 ezer valdensről beszélnek. Olaszországban van egy 10 ezer fős, illetve érdekes, hogy elvándoroltak Amerikába is, illetve Dél-Amerikába, Argentinába is van egy jelentős létszámú közösségük. Ugyanakkor Európában is elég sok országban jelen vannak. Magyarországon állítólag Sopron környékén, vagy Sopronban volt egy kis közösségük, de nem maradt fel igazából ennek nyoma. Az ő házukat is lerombolták, tehát Magyarországon nem beszéltünk valdensek jelenlétéről. Ahogy említettem, a valdenseknek a Biblia volt a legfőbb hitvallásuk. Nem voltak külön tantételek, próbáltak is nyilván ettől óvakodni, de azt próbálták megélni, ami a Bibliában számukra elérhető volt. Másolták, kutatták, tanították, terjesztették, ahogy csak ezt meg lehetett tenni abban a helyzetben, és az volt az egyik legbiztosabb módszerük, hogy a Bibliát ne vegyék el tőlük, hogy megjegyezték. Memorizálták a Bibliát, és volt olyan, hogy felosztották egymás között a különböző szakaszokat, ha valaki nem is tudta mindent megjegyezni, vagy egy hosszabb szakaszt, és tudták, hogy kinél milyen bibliai szakaszhoz kell menni, hogyha esetleg fel kell idézni valamit. Tehát ez egy óriási küldetésük volt, hogy a Biblia mindenképpen fennmaradjon, akár írásban, akár a szívükben, az elméjükben. Ugye az is érdekes volt, hogy próbálták a hegyi beszéd alapján gyakorolni a hitüket, és ennek volt egy iskolai rendszere is, hát abban az időben ezt iskolának nevezhetjük, ami hát egészen más volt, mint a mostani rendszer. A teológiai képzésük összesen 6 hónapot vett igénybe. Azokat, akiket később elküldtek missziózni, a Bibliát, az evangéliumokat hirdetni, egy ilyen iskolába járatták, és ez a 6 hónapos felkészítés, amit úgy is neveztek, hogy a barba iskola, ez a barba, ez a szakára utal, tehát gondolom az ilyen tekintélyes tanítókról nevezhették el ezt így barba iskoláknak, tehát itt képezték a misszionárusokat, és ez nem volt más, mint egy nagyon pici szoba, kő asztalokkal, kő padokkal, ahol egyszerűen a Szentírást tanulmányozták. És amikor felkészültek, akkor elmentek és hirdették az evangéliumokat, vagy az evangéliumot. Itt látunk egy ilyen úgynevezett barba iskolát, tehát itt középen van a kőasztalnak a sarka, és körbe talán 10-15 ember tud leülni kényelmesen, nagyon egyszerű körülmények között voltak. Ráadásul állandóan rejtőzködtek is, tehát nagyon nem tudták ezeket nagyobb épületekre felhúzni, próbálták úgy építkezni a hegyek között, hogy ezt ne vegyék észre az ellenség részéről. És érdekes, hogy ilyen körülmények között is ezek az emberek felkészültek, és Európába elküldték a tanítványokat, akár nagyobb városokba, vagy egyetemekre is tanulni, és ott beépülve, beolvadva a többi diák közé terjesztették a hitüket, a Szentírást, még akkor is, ha ez életveszélyes volt. Tehát ha lebuktak, akkor a náluk lévő Bibliát is, vagy annak a részletét, illetve ők magukat is elégették. Tehát ez ilyen szintű kockázattal járt. Ugye általában vándorkereskedőként indultak el. Ugye ez volt egy olyan
munka, amiből meg is tudtak élni, másrészt volt alkalmuk emberekkel beszélgetni. És amikor úgy látták, hogy elég nyitottak vagy bizalmasak velük szemben, akkor feltártak valamit abból, amiért ők valójában jöttek, és akár olyan elrejtett kis biblia részleteket adtak, vagy elmondtak bibliai üzeneteket, amelyek számukra fontosak voltak. Volt, hogy egészen apró, itt, hogy látunk is majd képet, egészen apró kis biblia részleteket belevaltak a ruhájukba, vagy éppen a nőknek, akiknek nagyobb haja volt, a kontyukba, vagy a hajuk mögé elrejtették, tehát próbálták ezt ügyesen megoldani. Ez is egy óriási elszántság volt, hogy akár ilyen áron is terjesztették az általuk megismert üzenetet. Itt ez a férfi egyébként, aki a múzeumban végigvezetett bennünket, egy önkéntes, aki hát erre szentelte a szabad idejének egy jelentős részét, hogy a látogatóknak bemutassa a valdensek történetét, tehát csak ebben a múzeumban is akár órákat el lehetett volna tölteni, és ő itt mesél az ottani képzésekről, vagy azokról a kihívásokról, amelyek akkor jelen voltak. Tehát ezek a diákok eljutottak egyetemekre, a társadalmi rétegeknek a legkülönbözőbb szintjét próbálták megszólítani, egyszerű embereket, vagy akár a magasabb rangú embereket is, és ma mondhatnánk azt, hogy ez egy elég ilyen, hát mintha egy ilyen kémkedés lett volna, tehát hogy titokban kell nekik valamit tenni, de én inkább ebben azt látom, hogy bölcsek próbáltak lenni. Tehát ha ők nem akartak lázítani, nem akartak igazán semmi rosszat, csak megosztani a hitüket, és hogyha kellett, akkor ezért mertek kockázatot vállalni. Tehát ez a valdens missziós módszer olyan helyeken is eredményes tudott lenni, ahova nyílt kiállással soha nem jutottak volna el. Tehát ha ők fennhangon kiállnak az utcasarkokra, és onnan hirdetik az evangéliumot, semmilyen eredményt nem tudtak volna így elérni, de így lépésről lépésre, ahogy a Biblia mondja, mint a só elvegyültek, és így tudtak jó hatással lenni másokra. Csemorva területeken is éltek valdensek, akik nem csak a hegyi beszédet, hanem a 10 parancsolatból a szombatot is felismerték és gyakorolták. Tehát gyakorlatilag az ő hitüknek a megélése az nagyon-nagyon közel volt a bibliai alapokhoz, és ez is mutatja azt, hogy mennyire nyitottak voltak az evangélium megértésére, hogy amit felismertek, azt ők valóban elkezdték gyakorolni. Tehát nem dogmákat követtek, hanem meg akarták élni a vallásosságot. Ez majd a pietizmusnál később visszaköszön, de ez is, hogy látjuk, évszázadokkal már megelőzte például a pietizmus megjelenését. Nagyon érdekes volt számukra az is, hogy a Biblia fordításon komolyan elkezdtek dolgozni. Ugye akkor a latin volt a leginkább elérhető Biblia, ami ugye már eleve fordítás, és sok esetben, még egyébként a katolikus egyházban is a latinból fordították le akár magyar nyelvre, vagy más nyelvekre a Bibliát, de ők törekedtek arra, hogy az eredeti héber, illetve görög szövegekből készüljenek a fordítások. Nagyon komoly áldozatot hoztak ezért, ugye ez egyrészt pénzben is óriási áldozat volt, másrészt ugye kellett hozzá olyan ember, vagy olyan emberek, akik ezt képesek voltak elvégezni, és az első francia nyelvű eredeti szövegből készült fordítások a valdenseknek köszönhetők. Ez egy óriási dolog volt. Ugye nem voltak túlságosan iskolázottak, hiszen ilyen elszigetelt körülmények között éltek, de mégis mindent megtettek azért, hogy ez a fordítás elkészüljön, és az 1500-as években ez valóban megszületett, a francia nyelvű fordítás. Tehát amikor a reformátorok elkezdtek dolgozni a biblia fordításokon, ugye Luther is 1534-ben végezte ezt a munkáját, addigra már ők elől jártak, csak nyilván nem volt olyan lehetőségük ebben előrelépni. És ez is ott található, ez a kis emlékmű. 1532-ben így gyűltek össze a valdensek, és eldöntötték, hogy csatlakoznak a protestantizmushoz, ahhoz a reform irányzathoz, ami akkor már Európában kezdett elterjedni, és itt is a Biblia van a középpontban ebben az emlékműben. Itt látjuk ezt a nyomtatott verziót. Tehát a Bibliájuk és a másolataik nagyon sokáig fennmaradtak, és nagyon nagy hatással lettek később a reformációra is.
Valaki kiszámolta, hogy mekkora költsége lehetett akkor a Biblia készítésének, vagy egyáltalán a megvásárlásának. Ugye itt még a könyvnyomtatás nem terjedt el, ugye Gutenberg még később jön. Tehát valaki úgy számolt, hogy mai áron kb. 30 millió forintot kellett összegyűjteniük a Biblia kiadás minden költségének a fedezéséhez. Tehát említettem, hogy milyen körülmények között éltek, és ehhez képest egy ekkora összeget sikerült összegyűjteniük, és ezek az egyszerű emberek ezt tényleg az élet küldetésüknek tartották. Ennek a Bibliának a nyomtatása Svájcban készült el, a fordítás pedig itt ugye a Waldens völgyekben. És ahogy említettem, nem csak másolták, hanem terjesztették is, néha csak egy-egy részletet, és itt látjuk a kezemhez képest mekkora egy-egy ilyen kis töredék, tehát el tudták könnyen rejteni ruhába, vagy tényleg ahova éppen lehetőségük volt, és ezt osztották, terjesztették, ahol ezt csak megtehették. Ez itt a Boldogmondások hegyének a mai képe, és hogy említettem, a hegyi beszéd volt az egyik fő erkölcsi alapvetésük, aminek egyik része a boldogmondások, és hogyha a boldogmondásokat felidézzük, akkor a vége nagyon érdekes. El tudja mondani valaki, hogy mivel zárul a boldogmondás? Hogy kik a boldogok? Nem csak a lelki szegények, meg akik sírnak, meg hasonlók, hanem ott a végén már egészen mélységekbe megy az ige. Ugye boldogok vagytok, ha üldöznek titeket az én nevemért, és mindenféle rosszat mondanak rólatok. Tehát, és ők ezt megtapasztalták a saját bőrükön, hogy ők nem csak keresik az Istent, hanem az üldözést is megtapasztalják a hitük miatt. És az egész életükön a hangsúly a szeretet megélésén volt, mert a boldog mondások is valójában erről szólnak. Nem csak a törvény betűjére figyelnek, hanem arra is, hogy hogyan lehet ezt valóban megélni. Az igazi lelki öröm, a békesség uralta a szívüket. Ugye, ahogy említettem Valdó Pétert, az ő szobrát látjuk ezen a képen, ő maga is ezzel a belső átalakulással kezdte a megtérését, hiszen a földi kincseket képes volt letenni, ugye képzeljük el, hogy mindenét eladta, vagy elosztogatta, és utána ebben a szegénységben, de mégis boldogan tudott tovább élni, és a követőre is ez a lelki szegénység, illetve akár a fizikális szegénység is jellemző volt, ugyanakkor meg volt bennük az a béke, amit semmi mással nem tudtak volna elcserélni. Ugye érdekes kérdés, amit itt a múzeumban is láttunk, hogy nem csak bibliákat találhatunk, hanem különböző fegyvereket. Itt talán nem látszik a képen, de itt van akkor a puska is, ami még tőlem is nagyobb, ilyen kb. 2,5 méteres hatalmas puskák, meg mindenféle szabják, kardok, fegyverek. Ahogy említettem, ugye évszázadokon keresztül kellett szembesülniük az zaklatásokkal, üldözésekkel, akár halálos fenyegetettséggel. Hogyan lehet egy ilyen helyzetben, egy ilyen környezetben ennyi időn át kitartani? Vagy hogy lehetnek béketűrőek? Ugye valaki mondta, hogy egy idő után már nehéz a nem szeretett, vagy a szeretet elutasítását elhordozni. Nos, nekik ezt évszázadokon keresztül kellett így megtapasztalni, és valahogy erre kidolgozni egy stratégiát. Hogy az állandó háborúskodás, az otthonaik és a családaik védelme volt az első ilyen lépés talán, amit úgy megfogalmaztak, mint alapelvet, vagy erkölcsi alapelvet, hogy ők hát megvédhetik magukat. Tehát érdekes, hogy ők nem harcra használták alapvetően a fegyvereket, hanem önvédelemre. Ugye a mai jogrendszer is azért különbséget tesz a kettő között. Tehát ha valaki mondjuk betör a házunkba, bár most nem akarok butaságot mondani, hogy milyen jogaink vannak, de más az, amikor minket támadnak meg, mint amikor esetleg mi vagyunk az elkövetők. Tehát ők is ezt az elvet próbálták követni, hogy támadás esetén, hogyha szükséges, akkor megvédik a családjukat. És itt, ahogy itt látjuk ezeket a fegyvereket is, ezek ugye nem mindig önvédelmi fegyverek. Ugye itt náluk is nyilván valahogy ez egy kicsit finomodott, vagy változott ez a gyakorlatban, de az biztos, hogy a neveltetésükben és akár a lelkészek által a tanításokban folyamatosan a békességre törekvést hangsúlyozták, és hogyha olyan helyzetbe kerültek is, hogy mondjuk akár többszörös túlerő támadta meg őket,
akkor is igyekeztek ott a hegyek között kihasználni a terepismeretüket, és így vagy elmenekültek, vagy vissza tudták verni nagyon könnyen a többszörös túlerős támadásokat is. Tehát mindig igyekeztek a békés megoldásra, a jó hiszemű megegyezésre, még akkor is, hogyha ezt többször kijátszották, vagy ugye az ellenség nem tartotta be a szavát. Tárgyalásokat kezdeményeztek, plusz adókat, vagy költséges békefeltételeket is készek voltak magukra vállalni. Tehát mindenképpen a békességre való igyekezés az jellemző volt az életükre. És számos feljegyzés örökíti meg a világi és egyházi hatóságok sokszor becstelen meg ugye az ő naivságukat kijátszó eseményeket. Tehát ők ennek ellenére is próbáltak békésen megoldani mindent. A harc szabályait is sajátosan értelmezték. A fejezések szerint ebben a kb. 5 évszázadnyi üldözési időszakban főleg a védekezésre rendelkeztek, rendezkedtek be. A sziklákat, a különböző hegyi utakat nagyon jól ismerték. Mi is voltunk olyan templomban, itt látjuk ennek a bejáratát, ami egy természetes kőomlásnak a mélyén van, tehát kívülről ezt nem lehet felismerni, tehát fölötte nyugodtan át lehet sétálni. Ugye most már ki van építve egy rendes lépcső meg korlát, de abban az időben ilyen 50-70 ember is el tudott rejtőzni ebbe a hasadékba, és pont volt egy-két olyan nyílás, ahol bejött annyi fény, hogy ott Isten tiszteleteket is tudjanak tartani. Tehát ilyen helyeken például össze tudtak gyűlni, és ott nyilván csendben megtartották az Isten tiszteleteiket. Hát mi is így négykézzel tudtunk bejutni, már elég esteledett, mire ide jutottunk, de azért csak bementünk. Hát nagyon nagy élmény volt, mert tényleg ezen a helyen is többek között ezek az emberek ott bujdostak, menekültek, és azt mondják, hogy mindenki más útvonalon ment erre a helyre, aki ismerte a helyszínt, hogy ne tudják őket követni, és utána nyilván úgy is mentek haza. De megtalálták a módját, még ilyen körülmények ellenére is, hogy egybegyűljenek, és Istent imádják. Hát azt gondolom, hogy ma lehetne ettől tanulni, vagy ebből a gondolkodásból tanulni, hogy mindent megtettek ezekért a számunkra természetes dolgokért. Visszatérve a harci szabályokhoz, tehát mindenkit attól óvtak, hogy megöljenek valakit, tehát ha éppen harcra került a sor, akkor is inkább csak megsebesítették az ellenséget, utána meg hazavitték őket, és meggyógyították, hogy utána visszaküldhessék őket az ellenség táborába. Tehát ez tényleg elismerésre méltó, hogy ennyire szeretettel tudtak még az ellenségeikkel is bánni. Tehát ahogy látjuk, itt a sok-sok képen azért megvoltak az Istentől adott természeti adottságok, vagy lehetőségek, hogy viszonylagos oltalmat találjanak, de ahogy említettem, sokszor a sok-sok ellenséges katona már ide is utánuk ment, és komoly vérengzésekkel is lehetett szembesülni. Tehát így élték meg a hitüket, ez is itt a múzeumban található kis bemutató volt, tényleg bárányként a farkasok között gyakorolták a hitüket. Nem voltak ők sem hibátlanok. Nyilván az ő gyakorlatuk is időnként változott, ahogy a környezet is ezt diktálta, de azt gondolom, hogy 5 évszázadon keresztül ennyire hűségesen kitartani az alapvető biblia alapelvek mellett mindenképpen egy példa mindannyiunk számára. Hogyan is állnak most a valdensek? Itt látunk egy templomot Torinóban, ahogy említettem, azért van Európában mai napig valdens egyház, sőt Amerikában is, különösen Dél-Amerikában elég sokan vannak. Nem olyan régen, 2015-ben a katolikus egyház fő, aki történetesen argentinai származású, tett egy gesztust az egyház történelmében először, és bocsánatot kért a valdensektől a régi üldözésekért, tehát ellátogatott ide Torre Pelicébe, oda, ahol pápa még soha nem járt korábban, és bocsánatot kért tőlük az egyház által elkövetett bűnökért. Ugye ez egy komoly gesztus, most nyilván kérdés, hogy ez mire mennek, tehát ott a régi halottakat már ez nem támasztja fel. Az is kérdés, hogy ez mennyire a személyes gesztusa volt, vagy tényleg az egyháznak a bűnbánata van ebben.
de ez mindenképpen egy történelmi lépés volt, hogy ez az esemény így létrejött. És hát nyilván itt mindig lehet magyarázni, hogy az akkori történelmi helyzetben az volt a normális, mint ahogy Calvinnál is láttuk, hogy ők ezt normálisnak tartották, hogy a velük egyet nem értőket akár üldözzék, vagy kivégezzék. Tehát ma ezt nehéz felfogni, de tényleg akkor ezek mindennapos események voltak. Persze soha nincs magyarázat a gyilkolásra, az üldözésekre. Megnéztem most a katolikus lexikonban, hogy mit is írnak a valdensekről. Ugye ezt valószínűleg még nem a mai eseményekhez igazították. Ez egy jóval korábbi bejegyzés, az interneten meg lehet találni. Tehát amiket elmondtam, az nagyjából itt össze van foglalva. Tehát a 12. századi francia eretnekségnek a megnevezése, hogy a valdensek vagy a valdiak, a huszitizmushoz kapcsolják, illetve a reformációhoz, amit említettem, tehát ez egy előfutára volt ezeknek. És itt van, ami miatt ezt az egészet elhoztam, hogy gyakorlatilag elmondják, hogy mi volt a probléma alapvetően a valdensekkel. Tagadták a fölszentelt papságot. Tehát ugye képzeljük el egy olyan szervezet, aki erre épül, az mit kezdjen egy ilyen csapattal, akik nem fogadják el őket. A keresztséget tagadták, az úrvacsorát, illetve a keresztség és az úrvacsora kivételével minden más szentséget tagadtak, illetve azt mondták, hogy ez nincs benne a Bibliában, ezért nem is akarják gyakorolni. Akkor szintén egy nagyon eredetlen gondolat volt, hogy ők is magyarázták és terjesztették a Bibliát, ami korábban csak a papságnak a kiváltsága volt. Akkor az egész életvitelük is egy tiltakozás volt az akkori egyházi fényűzés ellen. Szőrcsuhában jártak, facipőben, és a Szentírást tartották a hitük egyetlen forrásának. Vitatták az egyházi hierarchiát, ugye a kulcsok hatalmát, a szentségek üdvözítő hatását, és ezt ugye a kiszolgálók erkölcsi érdemeitől tették függővé. Tagadták a tisztítótüzet, elvetették a szentekhez való könyörgést, halálos bűnnek tartották az eskütételt, a halálbüntetést és a vérrontást. Azt mondták, hogy a szegénység az üdvözülés előfeltétele. A Lyon környékéről elűzött ugye valdensek itt a különböző alpoki hegyekben telepedtek meg, és ugye úgy írják, hogy titkos közösségeket alapítottak, ami azért volt titkos, mert ugye előlük kellett, hogy elbújjanak. Kettős életet éltek, látszatra elfogadták a római egyház szentségeit, betartották előírásait, ám a saját vallásukat titkos összejöveteleken gyakorolták, amiért a barlang lakó gúj nevet kapták. Különböző csoportokra oszlottak, ezeknek részben hitvallásuk is különbözött. A valdensekkel egyidőleg, vagy azok kirajzásaként Lombardiában is létrejöttek hasonló csoportosulások, ők voltak a lombardiai szegények. És itt írja, hogy 1179-ben a harmadik lateráni zsinat elítélte a tanításaikat. Tehát ez a leírás viszonylag korrekt, nyilván az egyház szemszögéből van megfogalmazva, de benne van, hogy mi volt az alapvető probléma. Tehát ők is, mint a többi úgymond eretnek, megkérdőjelezte azokat a tanításokat, amelyeket nem találtak meg a Bibliában. És minden reformátori gondolatnak mindig ez volt a visszatérő motívuma, hogy most mi az igazi tekintély, az egyházi képviselők, vagy pedig maga a Szentírás. És azt gondolom, hogy ez ma is egy fontos kérdés, amit meg kell válaszolnunk, hogy mit tartunk a hitünk alapjának. Azokat a dogmákat, amik az évszázadok során kialakultak, vagy megnézzük, hogy a Bibliában ez mennyire szerepel. Itt látjuk ezt a jelenetet, amikor egy találkozás volt itt ugye a pápa és a valdensek képviselője között. Itt ők egy francia nyelvű Bibliát adtak, tehát annak az említett Bibliának egy hiteles másolatát, aminek a fordítását nekik köszönhetjük. És ugye megkérdezték őket, hogy hát ők hogy viszonyulnak ehhez a gesztushoz, és azt mondták, hogy ők már igazából régen megbocsátottak. Tehát nem a gesztus miatt bocsátottak meg, hanem egyébként is nekik ez természetes volt, hogy még az ellenségeiknek is készek voltak megbocsátani. Tehát nyilván ma is valami ott van, és megvan ebből a szellemiségből, ami annak idején megtartotta őket. És hát zárásként talán
hadd álljon itt Jézusnak a felszólítása, amit a tanítványainak mond el, azoknak a tanítványoknak, akik időnként egymással sem tudtak igazán békességben lenni. Tehát náluk is megjelent az irigykedés, a számítgatás, hogy majd ki lesz a nagyobb Isten országában, majd amikor Jézus megalapítja az országát, akkor kiül majd jobb és bal keze felől. És Jézus azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek, hogy szeressétek egymást. Ti is úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt. Hát ez a történet mindenképpen el kell, hogy gondolkoztasson bennünket, hogy tényleg a szeretetünk meddig tart. Addig, amíg viszonozzák, vagy ha nem viszonozzák, akkor meddig bírjuk a bennünk lévő szeretet energiával, vagy töltettel. És hogyha vannak kérdéseink, akkor azt gondolom, hogy érdemes nem csak tőlük tanulni, hanem magától Jézustól, hogy az isteni szeretet az nem válogat emberek között, mert az ellenséget is tudja szeretni. Talán pont azért, mert az ellenség nem mindig tudja, hogy milyen erőknek az eszköze, hogy sokszor Sátánnak a bábjai, akiket felhasznál arra, hogy Isten követőit üldözzék, vagy akár megöljék. És ahogy az Efézusi levélben Pál apostol fogalmaz, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk. Tehát nem szabad elfelejteni, amit említettem az egyik könyvet itt az elején, a Nagy Küzdelem című könyvet. Érdemes még egyszer említem, elolvasni ezt a fejezetet legalább. Nem szabad elfelejteni azt, hogy mi egy nagy küzdelem részesei vagyunk. És igazából itt csak két csoport van, úgy tűnik, aki megáll a hitében, és ha kell, akkor ezt szenvedések árán is végigviszi, vagy esetleg olyanok vagyunk, akik szeretete attól függ, hogy milyen a környezet, vagy milyen a helyzet, és ez mindig változhat. Én arra hívok mindenkit, hogy kérjünk Istentől olyan szeretetet, ami nem fogy el akkor sem, amikor talán mindenki ellenünk fordul a környezetünkben, és találjuk meg azt a békességet, amit itt a Valdensek történetében is láthattunk. Imádkozzunk, jó, mielőtt hazatérünk ma. Istenünk, köszönjük neked, hogy a történelem során annyi példát láthatunk, amely megerősít bennünket, hogy lehet kitartani a te követésedben. Isten, adsz olyan békességet, olyan mennyei erőt, ami nem csak a béke időszakában, hanem a nehézségekben, üldözésekben is képes arra, hogy a te tőled jövő szeretetet továbbadjuk másoknak. Urunk, most talán, amikor békességben gyakorolhatjuk a hitünket, amikor senki nem üldöz vagy bántalmaz bennünket a hitünk miatt, amikor megvan a lehetőségünk a Bibliát olvasni, megvallani a mi hitünket, hát, hogy tudjunk ebben megerősödni, és hogyha ez megváltozik, ez a helyzet, akkor is tudjunk a hegyi beszéd szellemiségében Jézus Krisztus tanítása és példája szerint élni. Urunk, köszönjük azoknak a sok-sok áldozatoknak a példáját, akik akár az életükkel is készek voltak fizetni, azért, mert hittek benned, és nem adtak soha lejjebb a meggyőződésükből. Segíts, Urunk, hogy nekünk is ilyen erős hitünk legyen, ami a Szentírásra alapul, és tudjuk mindig ehhez mérni a különböző tanításokat, amivel találkozunk, és tudjunk te benned megerősödni. Jézus nevéért kértünk. Amen.